Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint a Vasút Történeti Parkból, és a hétvégén kerti vasút találkozót rendeztek a Vasút Történeti Parkba. Sajnos nagyon rossz az idő, zuhog az eső, láthatjátok a videóban is, éppen szarrázok, hát bocsánat, így fogalmazok, de konkrétan ez van. Próbálok valami kis videóanyagot összehozni a rendezvényről. Rengeteg sok vendég vonat van. Hát most nem tudom, hogy mennyi fog közlekedni. Egyelőre kettőt tudtam le videózni. Remélem, hogy több is össze fog jönni még itt a nap folyamán. Meg el fog állni az eső, és akkor jobban lehet majd kamerákolni, videózni. Most onnan fog jönni majd a alagút felől a vonat. Itt jön. Látjátok, vannak akik kitartók, és ebben a nagy zuhogó esőben is kerti vasutaznak. Igazán rossz az idő sajnos. Ezen a vágányon jönnek a vonatot, azon pedig mennek. És itt van egy váltó. Tehát lehet menni egyik vágányról a másikra. Láthatjátok. És ott egy ilyen hurokba fordul meg a kerti vasút. Nagyon óvatosan kell közlekedni itt a Vasút Történeti Parkba, mert a sínek azok igen csúszósak tudnak lenni, és óriásit lehet perecelni. De ne engem nézzetek, hanem ezt a vendégjárművet. Nagyon jó kis masina. És csodálkozok, mert sötétek a jelzők. Azért jeleznek hangjelzéssel a mozdonyvezetők. Most visszasétálok, levideózom, ahogy visszafelé jön. Remélem, hogy több masinát is lencse végre tudok kapni. Ha menet közben nem is, akkor bemegyek a állomáshoz, és akkor ott álló helyzetbe lekamerákolom őket. Most mennek a hídon. Itt van egy szép híd, egy ilyen acélszerkezetes hidacska, és azon ment át a vonat. Majd megmutatom nektek, amíg nem ilyen vonat, addig itt körbejárjuk ezt a hurok részt, mert szép, van egy kis tavacska, kis kerti kiülők vannak, lehet piknikezni, lehet kajcsizni, 10 óraizni délután. Délutáni kaja, ebéd, STV. Meg lehet ejteni a poharba. Hoz az ember egy kis szendvicskét, és akkor itt meg tud jönni. Van rá lehetőség. Óriási ez a masina. Horvát, HR van rajta. Akkor ez horvát masina. Na gyertek, tartsatok velem, és akkor meglessük itt a hurkot, hogy hogyan is fest. Mert gondolom volt még olyan a nézőim között, aki még nem volt itt a Vasút Történetiben, főleg a vidékje. Na, a pestiek azok könnyen el tudnak jutni ide a Tatai útra. Na így néz ki, itt van ez az acélszerkezetes híd. Ezen megy át a kis vonat. És itt van egy ilyen gyönyörű szép tavacska. Halakat nem látok benne, de lehet, hogy vannak benne azok is. Nagyon szép. És akkor itt van egy megállóhely. Boros pincehely. Oda lehet leülni, amit mondtam, hogy van ilyen kis kiülő, meg vannak padok itt a tónak a szélén, és itt megy a kerti vasút. Itt fordul meg. Itt is van egy jelző, ez is sötét, nem tudom, hogy csak akkor vált, mikor érzékeli a vonatot.
hogy hogy működik. Nézzétek, milyen jó kis szemafor, vagy kandelláber, lámpion. Boros pincehely, feltételes megállóhely. És itt van egy ilyen jó kis retrópad. Itt is egy lámpa. És akkor itt megy vissza, és egy alagúton át megy a kerti vasút. Itt van az alagútnak a bejárata. Így fest. Óvóhely. Ott a víztorony. Nagyon szépen meg van csinálva. És itt a túloldalt még van egy fordítókorong, ami körül rengeteg sok dízel mozdony van kiállítva, meg egy pár teherkocsi is, azokat is meg lehet csodálni. Nyilván mutatom nektek, hogy miről is van szó, mert most nem jön vonat. Akkor addig bemutatom nektek itt a dízesüket. Nagyon szor az idő, szarráztam, a pulóveremnek nincs kapucnia, csurom víz a fejem. Remélem, hogy nem fogok megfázni, mert butát kapok. Ki leszek nagyon, hogyha megfázok. Nem akarok megfázni, mert dolgoznom kell, és a jövő hét fúra be van telítve. Szóval nem tudom, hogy hogyan lesznek videók. Hát ezek a videók is különböző napokon fognak kikerülni, nem minden egyszerre. Mert mai nap folyamán már forgattam egy videót. De szerintem az fog majd hamarabb kikerülni. Majd az fog később. Hát tegnap olyan nap is forgattam több videót, szóval most van egy-két videóm. Na és akkor így néznek ki a mozdonyok. Itt a fordítókorong körül vannak kiállítva, gyönyörű szépen. Ott egy teherkocsi, ilyen harci kocsival. És akkor így körbe vannak kiállítva. Ezt a gőzös pedig felújítják. Itt egy 424-es, 365-ös. Itt meg egy ilyen ÖBB-s, ex-ÖBB-s kocsi. Most már nosztalgiás. Itt forgóvázakat lehet látni. Ott egy kereket lehet ütlegelni. Hogyha rossz, akkor itt cseng. Ha jó, akkor úgy. Azt lehet tesztelni. Most itt kimegyünk. És akkor el sétafikálunk a végállomáshoz, a kis vasútnak, és megnézzük a szerelvényeket. Ha másképp nem is, akkor álló helyzetben, mert érdekes szerelvények jöttek ki. Láttam, hogy volt villamos is, meg mindenféle nagyszerű mozdony. Van bobó, nohab. Tényleg a benti csörgő az gyönyörű. Ezt egy másik videóban láthatjátok. Meg itt is ki vannak állítva. Motorvonat, kandó, M46-os, ilyen hómaró. Meg hátrébb is ott van a nosztalgiás pupos is, bobó is, Dacia. Egymás után állnak azok forgalomban lévő mozdonyok, nosztalgiások. Ott a Gyesev motorvonat. Van sokféle érdekes dolog. Érdemes ide kilátogatni és körbejárni a területet. Rászánni egy napot vagy fél napot, mert van mit látni. Itt egy hajtott forgóváz látható. Motor, meg a forgóváz, ott egy ilyen löveg, ágyú, kerekek, itt egy bezárt stand, mert szar az idő, bezártak. Na, jön még egy vonat, lekamerákoljuk itt, megvárjuk. Itt fog jönni a gőzös. Na, ez egy másik gőzös, hogyha jól látom. Nem, ugyanaz. Akkor ezek szerint csak ez a két vonat közlekedik. Nincs szerencsém, hogy mást idehozzak. Bemegyünk a állomásra. Itt kell felmenni. Ott is Mavrie turcos kocsi. Forgóvázak,
fűtőház, fiókműhely. Virágos, szép minden. Kíváncsi vagyok, hogy nyitva van a fűtőház. Nyitva van. Na, ott van a villamos, amit mondtam. Van itt sokféle vonat. Rengeteg. Különböző méretarányok. Füsti. Itt állnak bent a műhelyben a vonatoknak az egy része. A többi az pedig ott áll. Ott az MK49-es. Négy kocsival. Itt van valami kis dízel, ott egy picike dízel. Vannak itt szép dolgok. Kis dízel. Jelzők. Érkezik a gőzös. Kis dízel. Nagy gőzös. Gyönyörű szép. Itt is van egy gőzös. Itt is egy kis gép. És érkezik a dízel. Gyönyörű ez a nohab. Hát azért ez nagyobb, mint a csörgő, rosszul mondtam. Ez nagyon mozdony. Szerintem méretarányban ugyanaz lehet kb. Indul a második vágány. Kérjük utasainkat, hogy utazás alatt a lábukat tartsák végig a lábtartón, menet közben ne hajoljanak ki, ne álljanak fel és kapaszkodjanak. Kellemes utazást! Kérjük utasainkat, hogy utazás alatt a lábukat tartsák végig a lábtartón, menet közben ne hajoljanak ki, ne álljanak fel és kapaszkodjanak. Kellemes utazást! Srácok, odafigyeljetek! Az a mozdony, az távirányítós, mármint wifi-s valószínűsíthetően, úgy mint a Z21, ott irányítja az úra telefonjával, óriási nagy távvezérelt.
megy be a fűtőházba. Óriási telefonról irányítja. Nagyon modern a technika. Kicsiben is, nagyban is. Tolad be a fűtőházba. Zárfény is van rajta, nagyszerű. És megjött a Petya a gőzössel. Megyünk egy karikát a kis vasúttal. Petya a vezér. Ott a Levi. Bent áll a 19-es nav is. Itt a kerítésen túl. Sötétek a jelzők, nem tudom mi történt. Ott áll benne a nav. Ott látszik. Narancs. Ott áll. Gyönyörű. Hát ezek jól össze van grafitizet, és van még egy nav. A 17-es, kétcsíkos. Már Vértulszos kocsik, BD vagy MD. Kocsik vezérlő. Szegények csak itt rozsdásodnak. Gondoltam már, hogyha kijöttem, akkor már kertjösszatozok is egyet. Nem csak kívülről videózom, hanem mint utas is. Szép lugasos itt ez a rész. Na itt jó a jelző. Itt is. Gőzösök. És most át is megyünk a hídon, amit korábban levideóztam. Van a körfűtőház, amivel van a kiállítás. Gyönyörű tó. Kis kiülő.
És tekeredik a kígyó. Ott a víztorony. Ahhoz képest, hogy milyen rossz idő van, elég sokan összejöttünk a vonatra. Tök jó. Teli van a vonat. Szembe jön a kis dízel, horvát gép. Vendégmozdony. Virágos kert. És ma menjünk is be az állomásra. És pakolják el a vendégmozdonyokat. Gondolom, pakolják lassan őket a teherautóra. Mennek haza. Hát ennyi lett volna ez az utazás. Remélem, hogy tetszett. Most találkozunk a következőben. És tudjátok, a képek miatt pedig kattintsatok a Herla Fanatic Facebook csoportra. A költöztetés, akkor Herbert István és fia. Most alig egy kövű videó van. Sziasztok!